Milyen évet zárt a Pannon Filharmonikusok zenekara? Mit terveznek erre az esztendőre? Erre voltunk kíváncsiak az együttes vezetőjétől. Horváth Zsolt foglalta össze a naptári év eseményeit. Nagyon sok újdonságot hozott az elmúlt időszak, a mögöttünk hagyott év, vagy hát az évadnak az első fele, hogyha a művész világ szempontjából tekintek vissza. Kezdődött egy nyári fesztivállal, az Aperitív Fesztivállal, hogyha még a kedves zenebarátok visszaemlékeznek erre. Hát ami számunkra is újdonság volt, és nagyon sok élményt adott, gyönyörűen vizsgázott a Kodály Központ környezete, mint egy fesztiválhelyszín. Talán ezt igazolja vissza az is, hogy a Made in Pécs-től jelölést kapott. Ez a fesztivál, és nagyon izgatottan várjuk a következő napokban, hogy mi lesz ennek a versenynek, ennek a díjazásnak az eredménye. Aztán persze belekezdtünk az őszi időszakban, amit most ezeket a mondatokat már szinte önkéntelen úgy fogalmazom, hogy önmagában az csodálatos, hogy minden koncertünket meg tudtuk tartani, hogy közönség előtt tudtuk megtartani, még hogyha maszkban is kell részt venni a koncerteken, de mégiscsak szinte telt házakkal játszhatjuk a koncertjeinket, és műsorváltozás nélkül, jellemzően műsorváltozás nélkül végig tudtuk vinni valamennyi hangversenyünket, és ebben voltak nagyon-nagyon fontos pillanatok, hadd idézzem meg, hogy a zenekar meghívást kapott Bécsben a Musikverein aranytermébe, ahol egy következő években rendszeres fellépési lehetőséget tudhat magáénak, erre október végén került sor ennek a sorozatnak az indítására, és a zenebarátok pontosan értik és tudják, hogy ezt hova kell ezt a hírt elhelyezni, hát azért ez nagyon a bajnokok ligája, tehát ezért ez egy nagyon-nagyon magas horizont, ahol most a PFZ megjelenhetett. 2021-ben jubilált a zenekar, ez is pontos része volt a tavalyi életüknek. Ott volt a 210. születésnapi koncertünk a teljesség igénye nélkül, amire nagy-nagy szeretettel gondolok vissza. Hát egyrészt egy születésnap mindig egy alkalom arra is, hogy a múltban nézzünk, arra is, hogy ne csak a 210 éves múltunkat lássuk, hanem a jövőnket is, hogy ebből milyen jövő táplálkozhat. De azért, hogyha ennél konkrétabb szeretnék lenni, akkor azért, akik jelen voltak ezen a koncerten, ők egy olyan elképesztő magas minőséget hallottak, ahol tényleg igazolódik újra meg újra, hogy a PSZ egy felfele lévő spirálban él, ami épül folyamatosan, és a muzsikája is épül, és ennek a szakmaisága is egyre magasabb szinten van. Szóval az a koncert az a világ bármelyik pontján álló vastapsal érdemel, és hív életre, mind ahogy ez így történt. A napokban aztán ráfordultunk a 2022-es évre, és a most már hagyományosnak tekinthető január 2-ai újévi koncerttel közöntöttük az új évet és a közönségünket. A háttérben válságmenedzselés folyt, mert hogy karanténba került Bogány Tibor vezetőkarmester, az est házigazdája Bősze Ádám, aki a saját jelenlétével elválaszthatatlan ettől az újévi koncerttől. Szóval sok-sok-sok-sok apró nehézség a háttérben, de hát a végén, ami a közönség elé került, az természetesen most is nagyon, nagyon, nagyon emelkedett volt, és nagyon optimista az új évre. Az igazgató azt mondja, bizakodva vágnak neki 2022-nek. Sok szakmai okunk van arra, hogy optimisták legyünk ebben a 2022-es esztendőben. Nagyon sok együttműködés öleli át ezt az évet. A Budapesti Fesztiválzenekarral, a Művészetek Palotájával, a Bécsi Musikverein-nal, épp most a Pécsi Nemzeti Színházzal közös operaprodukciónak a próbái kezdődtek meg ezelőtt egy órával. Tehát nagyon-nagyon sok partner kapcsolat jellemzi ezt az időszakot. Folytatjuk természetesen ebben az évben a Pécsi Balettel és a Bóbita Bábszínházzal való együttműködésünket. Egyrészt megvalósul reményeink szerint az a Hári projekt, ami ősszel kényszerűen elmaradt, illetve a nagy sikerrel decemberben bemutatott Diótörőt, azt természetesen 22-re újra programozzuk, hiszen nem lehetett jegyeket kapni, akik itt voltak. Ők egy csodát, egy varázslatot éltek át, és egészen biztos vagyok benne, hogy ez a következő időszakban is helyt kell, hogy kapjon a zenekarnak a naptárában. Mindezekből következik, hogy nagyon sokat utazunk.
azt remélem, hogy a körülmények ezt mindenhol lehetővé teszik, és nem csak fővárosokba utazunk, mert számunkra az is rendkívül fontos, hogy a kisebb településeken, régióközpontokban is jelen legyünk, így aztán Zalaegerszegtől Debrecenig, Miskolcig, körbejárjuk Győrig, körbejárjuk újra az országot, de még kisebb településekre is eljutunk. Egy új programsorozatunkkal, ami a Fantasztikus Klasszikusok nevet viseli, ebből egy kiadva egy gyönyörű könyv is készült a zenés könyv a tavaly évben, és ennek a zenei anyagát a régióban, kisvárosokban is elvisszük. Nagyon fontos számunkra, hogy egyrészt, hogy mindenhol ott legyünk, másrészt, hogy szerepet vállaljunk abban, hogy újraépüljön a közösségi létnek az összes eleme és az együtt létnek az öröme, mert azért ez az elmúlt két évben nagyon megtört nyilvánvalóan. Horváth Zsolt a közönségnek is köszönetet mondott, akik a pandémia alatt is látogatták koncertjeiket, így támogatva a zenekart.